Hello, Outlast! Folytatódik a kaland a színházteremben. És itt a biliárdasztalnál hagytuk félbe a dolgot egy hulla társaságában. Ojjé. Na lássuk, mire számíthatunk. Ó, retesznek, kicsit hangosítom még itt magamnak. És itt szól valami kísérteti a zene. Ez csak a... itt van egy... ilyen bújó hely. Ezt jobb még megjegyezni. Elem! Jó, erre nem tudunk tovább menni. És itt a kijárat! Engedjetek ki! Jó, itt is el tudunk majd bújni. Jó lesz ez. Micsoda? Egy pókháló. Fúj, de undi! Amúgy nem félek a pókoktól, csak hújtna. Jó, másszunk. Két új hiányában már azért sokkal izgalmasabb itt minden. Jó, minden eseményt dokumentálunk. Mi a f... ah! Ezt ne csinál többet, jó? Aha. Jó, itt nincs semmi. Jó, egyensúlyozzunk. Jó, csak szép nyugodtan. Ez a kamera is látott már jobb napokat. Ugorjak hát oda. Nyugi. Na, itt most egy fontos művelet fog kezdődni. Hoppá! Au! Jó, itt is el tudok bújni. Ez nincs nyitva. Kiárat. Engedj ki! Jó, hát nincs sádra, ki kell valahogy mennünk, kövessük a zenét. A bevajt szájú zenész. Azt a de para. Mit csinál ez? Jó, ne bánts. Inkább zongorázz tovább. Félbe szakítottuk a nagy művészt. Jó, reméljük nem fog bántani, elvégre egy művész lélek. Oké. Ez. Oké, csak szép nyugodtan. Szétlesen ez a kaszni. Valaki meghalt. Már megint. És még. Aki a székben ül, attól óvakodok. Na, már megint kezdi a kamera. Ne bízzatok a székben ülő emberekben. Ez is. Fogadjunk, ezek fel fognak támadni. Jó, az ott eléggé meghalt. Inkább jó előre feltérképezem itt a dolgokat. Na jó, hát egy életem, egy halálom, én itt most bemegyek. Ja, és ott a színjátszókör, és ott a zongora. Jó, teljesen elég halottnak tűnsz, jó, lássuk. Na? Hát az ott. Sehol senki. Közelebb menjünk hozzá? Meg merjük csinálni? Na? Hát ha. Jó, ez teljesen meghalt. Jó van, na látom, hogy mindjárt lemerülsz. Nézzük, van a menekülési útvonal. Nincs semmi. Jó. Ott a kijárat.
Jó, az itt a mozi. Elmentek a néni kétekbe. Na nézzük a mozit. Most véres a vászon. There was no alteration to the footage at all, no trickery, none. In June of 1943, we recorded three instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors. Yes. Tesztalanyok agytumort növesztenek. The tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt, what we believed. The overwhelming fear, ecstatic rage and... Na, így most már teljes vászon tudom venni. More than hope. A human mind in that environment is capable of extraordinary things. Na, itt valamit az emberi elméről dumálnak. Proximity to death, to overwhelming madness. Only a test subject was capable of activating the engine. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No. Do you think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wallrider was a gate. Valami természet fölöttivel. Kapcsolatban léptek-e, vagy természet fölöttiek lettek-e, és mondják, hogy nem, ők, hogy semmi sem természet fölötti itt, viszont ez a War Rider, ez tényleg aggodalomra ad okot. Szia! Hát te... Várj csak, ez nem a pap? Whatever. Ijesztős bácsi. Jól nézzük a kijáratot. Na ná, hogy nem megy. Jó, a telefon is süket. Jó sok búvó hely. He? You have to find Wernicke. Only way. Ja, hogy ez már foglalt. Oké. Okay. Na hát úgy tűnik, hogy itt valami kísérletet folytattak, hogy valami természet fölöttivel kapcsolatba lépjenek, hogy kiszabadítsanak, vagy igába hajtsák. És hát ugye ez, ha jól értettem, akkor itt az emberi félelemnek igen fontos szerepe van abban, hogy ezt a természet fölötti bigyót így megidézzük. Na nézzük, hogy mit találtunk. Jegyzetek. The Wernicke. A Wernicke exit interjú. Úgy hangzik, hogy ez Dr. Strange Gelov testvére. 25 év volt, ja, hogy a felvételen a doktornak a testvérét hallhatjuk, ez egy 25 éves audio felvétel, amit Dr. Wernicke-vel készítettek. Los Alamos csak egyetlenet azzal, hogy a kormánynak is köze van hozzá. Wernicke spontán vérzésről, tumorokról, pszichoszomatikus reakciókról és zavart emberekről beszélsz, vagy beszélt. Seems to walk line between sense and... Úgy tűnik, hogy a tudomány és a náci miszticizmus között egyensúlyozik. Az egy, csak az a tesztalany, aki elég rémséget tapasztalt meg, tudja aktiválni a motort. És ezt a morfogenetikus motort. Mi az a motor?
Jó, és akkor itt a Rorschach teszteket, amiket láttunk a felvételen, olyan, mint hogyha rajzó bogarak lennének, akik a fejébe másznak. És a páciensek is arról beszélnek, hogy ezt a motort kell használni, hogy megidézzék a Van Rydert. És lehet ez az a... zizi, amit a csontjaimban érzek. És nem akarok messze menő következtetéseket levonni, de lehet, hogy... ez az egész dolog, tehát a pap is azért hívogat minket, meg csalogat folyamatosan előre és előre, hogy minél több szörnyűséget éljünk át, és így a félelmeinkből táplálkozva utána mi fogjuk a végén működtetni ezt a motort, vagy már működtetjük, aztán meg tudják idézni ezt a War Rider-t. És nem is csoda akkor, hogy a játék elején minket ide hívtak. Oh. Négy új. Mindent. Itt egy elem. Ezt a játékot a Duracell szponzorálta. Na jó, nem reklámozok. Nem mész vissza? Ez hova ment? A nénikédet. Na jó, ez viszont bezáródott. Engedj be! Jó, na, mi legyen? Valahogy át kéne itt menni. De hogyan? Meg vagy kopasz! Hát ez elbújt. Na menjünk csak utána, hát ha itt bújt valahol. Talán hát ez elhúzta a csíkot. Jobb is. Na, hogy a szemem elé kerüljön, miután ilyen pofával megijesztett. Ó, megint egy kis akrobatika. Megy a film. Jó van, na. Csak szét nyugodtan. Arra szolgatok előre. Aha. Jól van, na akkor hoppi! És hiányzó ujjakkal ez a mutatvány azért elég necces. Spatling! És most már kinyitotta. Jó, itt a kulcs. Jó, és most már megyünk Martin atyához. A mozitermen keresztül. Reméljük útközben még a nagy dög is szembe jön majd. Már várom. Ezek a kamera... ezért ezt a Slenderből szedték tutira. Mondjuk megértem, mert elég para. Hello, haver. Ki és hol jön? Jaj, mondd már, hogy itt a dagi már megint. Jó, elemcsere. Itt lesz a dogi már megint. Na jó. Nem félünk. Nem félünk a kopasztól. Valaki bejött. Ezt a zenét.
hol vagy. A pucérpacák megint hentes bárdal a kezében. Jössz. Jössz már! Gyere ide te! Nudisták gyöngye. Ezt bezártuk. Hol vagyunk? Erre már jártunk volna. Nem. Jó, ez itt ismerős. Itt a lift. Ne nézzetek oda. Kicsit mesztelen a bácsi. De jó, én itt felmegyek. Be is zárom magam mögött. Oh, jól van. Na, megyünk bácsi, talán már nem jönnek utánam. Csak ez a hülye zene ne lenne folyamatosan. Hé, te! Hová? Azt mondja, kápolna, kávézó. Itt minden. Aj, már megint egy kulcs. Folytatásos a kulcs. Zárva. Semmi gond, megyünk előre. Jó, az itt a hűtőkamra lesz. És ezt a nyomi zenét az ott meg. Na, itt a kápolna. Ja, ez a kápolna lesz. Na jó, biztos a kedvéért cserélek egy elemet, itt bármi lehet. Az ott az atya vagyok? Na menj! A ruha hiányából ítélve ez nem az atya lesz. Ilyen hagyom is békében. Az ő ütem meg. Oda menjünk hozzá. Nincs nála semmi. Akkor is oda megyek hozzá. Atyám! Na, ez így bebandzsult. Nem baj, jó helyen van ott. És így átváltottunk orgonára, halljátok? Teljesen jó. Biliárd? Valaki? Bánd meg bűneidet, testvérem. Elnézek már ide. Jót biliárdoznék.
A sok bűnbánó ember. Bekötözött szemmel vakon tévét néz. Jó, mondjuk az adás az nem túl... Az adás nem túl épületes. Hát itt sincs túl sok minden. Akkor megyünk tovább. Jó, erre. Itt a kijárat. Nem nyitható. Na, megint buditúra. Egyre jobb. Most már fene-fenét teszik is. Találkozni fogok azzal az atyával itt a templomban. Vagy a kápolnában. A sok bűnbánó ember. Gatya nélkül. Biztos már telerakták. Sok az ajtó. Boha! Fenébe. Csak ki ne lökjön. Ó, ott a kápolna. Jó nagy létesítmény előtt a mondja. Milyen kolesz. Még imádkozik. Jó, jó van. Így hű társaság ez. Itt is. Sehol semmi. Ó, doksik. Na, ezeket majd elolvasom. És van valami. Sötét folyosó. Ez csak jót jelent. Jó, hát akkor marad a párkánymászás. És akkor így bejutok a kápolnába. Mindent rögzítek közben. De nagy ez a létesítmény. Isten! Ez epikus kis videó lesz. Megjöttem! Sickness. God hit. Az úr utálja a betegséget. Eléggé nem egyszerűsítve a gondolatmenet. Itt jött keresztül a jó ember. Jó, kitendikálok. Ó, várnak engem. Jó, hát menjünk keresztül a pucérpacákok. Ott mi a fene van? Ez az atya? Van itt vár a War Riderre. Jó, hát a vallásosabb érzületűek azok most így gondoljanak arra, hogy ez csak egy játék, és nem kell semmit csak komolyan venni. Mindenáltal így eléggé kemény a jelenet. My job. You alone shall escape the tower. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the door. It will take you to freedom. We will all of us.
az atya a megszabadulásokról beszél. Mi? Ah! Váá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 á
Ez az egy kicsit durva, gyerekek. Nem kicsit durva. Jó, hát tényleg, ez csak az nézze meg, aki itt ez így nem zavar. Jó. Akkor menjünk vissza a lifthez. Most, hogy ezt a csodás látványt rögzíthettük. Mesztelen emberek kísérnek. Mindenki meg van kattanva, de úgy totálisan. Jó, most, hogy ezt a nagyszerű dolgot így megcsodálhattuk. Ott a lift. Még egy a lifthez. És mennünk-e körbe? Nem áll. Ezt is bezárták. Mi? Most még ott el kell mennem? Sok beteg. De miért? Jó, hát most már megvan a lift kulcsa is. Hogy egyetlen feladatunk, hogy a lifttel a szabadulások útjára lépjünk innen. Jó, hát akkor erre. Csak erre mehetünk. Aha! Megvan itt a turpisság. Ó, a haverunk! Megint a haverunk. Csá. Erre. Úton haladok. Érzem, jó az irány. Jaj, ne már! Jaj, már! Ez egy bibi. Kaptam egy kokit. Jó. Fogocska. Erre? Nem? Jó. Erre se? Jön mögöttünk, úristen! Ez zsákutca? Merre? Hoppá! Még egy koki. Erre nem tudok visszajutni. Miért kell végezt a tagadtat az agyamba tartni? Jó, akkor is meg fogjuk találni a kijáratot. A fene-feneit eszik is. Jó, nem ez. Ez sem. Jó. Jó. Eltűntem. Eltűntem, nem vagyok itt. Milyen keze van ennek? Nem akarsz elmenni? Én így megújtam az íróasztal alá. Zihál.
Felleszek kimenni. Jaj. Pat helyzet. Na jó, addig elemet cserélek. Ne fuldokolj! Jó, na akkor sprint kifele! Hoppá! Ne! Megkaptam a nagy pofon. Jó. Akkor más megoldás után nézünk. Ó, már egy ideje tart ez. Hova bújja? De nincs kiút. De el tudok az ágy alá bújni. Gyere, miért nem gondoltam a másik szobában? Elbújok. Ne, rakjál le! Jó, egyes szoba nem nyert. Na még egyszer. Gyerünk. Ez a mosdó. Kettes szoba. Na nézzük hát, ha elmegy innen. Kár, hogy semmit nem látok. Menj el. Itt van valahol. Ajjaj. Kezdődik a bújócska. Hát inkább a másik alá kéne bepújnom. Fene tudja. Hol van? Arra nincs. Hol vagy? Sorra próbálja az összes szobát. Mocskos. Na jól van. Akkor innen fogjuk folytatni. Ujjjj, erre jön. Mondt ki kell találnom. Csak ne jöjjön ide be. Menjél el innen. Ne izgulj, én nem vagyok itt. Ujjjj. Ujjjj, megtalált. Zoom ki. Semmi. Sincs. Jó. Ne sprintellek. Akkor se fogsz meg. Nem talált. Csá. Na. Innen fogjuk folytatni. Sziasztok.